Köszöntöm nézőinket, Önök az Aktuálist látják. Március 15-e nemzeti ünnepünk, amit országszerte mindenhol ünneplünk. Ugye hazánk fiai, akik sokat tettek a szabadságért, ők kerülnek majd a középpontba. És ezzel az ünnepséggel kapcsolatosan van egy alternatív ünnepség, azaz, hogy volt Gyula városában. És erre az ünnepségre az együtt elnöke Juhász Péter is ellátogatott. Köszöntöm a stúdióban. Köszöntöm és jó napot, jó estét mindenkinek. Miért alternatív egy 48-as forradalomhoz, szabadságharchoz kapcsolódó ünnepség? Hát úgy tűnik, hogy ma Magyarországon a központi ünnepségek azok nem tükrözik a nemzeti ünnep valóságát, azt, amire valójában emlékezünk. Március 15-e ugye a szólás és sajtószabadság ünnepekként került a köztudatba, ezért küzdöttek a márciusi ifjak. Ma pedig Orbán Viktor hatalomgyakorlása következtében a sajtó gyakorlatilag talán soha nem látott kontroll alatt van. Legalábbis a rendszerváltás óta egészen biztosan nem volt ilyen módon lefolytva a szabad nyilvánosság. Éppen ezért az Együtt azt a politikát folytatja, hogy nem a központi ünnepségeken vesz részt, hanem saját önálló alternatív ünnepségeket rendez az ország számos területén. Budapesten pedig hát Orbán Viktort fütyültük ki már több alkalommal ilyen értelemben, mert hogy visszajelzést szeretnénk adni nekik, de nem méltó egyszerűen, hogy Orbán Viktor álljon azon a lépcsőn, amelyeken egyébként a márciusi ifjak pont ellentétes politikáért küzdöttek, mint amit ő folytat manapság. Ön szerint egyébként miért van ez így, vagy hogy miért nem méltó a miniszterelnök úr arra, hogy ezt a megemlékezést megtartsa, és előkerülnek-e idén a sípok egyébként, hogy vannak-e ilyen tervek? Hát természetesen igen. Tehát, hogy mi ugye azt kértük, azt követeltük március 15-e alkalmából Orbán Viktortól, hogy álljon a nyilvánosság elé egy közmeghallgatáson, ahol lehetősége van állampolgároknak, vagy akár újságíróknak közvetlenül kérdéseket feltenni neki. Tudni kell, hogy Orbán Viktor 10 évnél régebb óta nem válaszolt független újságíró kérdésre, nem állt ki a nyilvánosság elé, soha nem tartott egy olyan fogadórát, vagy közmeghallgatást, ahol egyébként nem fideszes szervezet közönség előtt kellene válaszolnia valós kérdésekre, olyan kérdésekre, amelyek az állampolgárokat valójában foglalkoztatják, az oktatás állapotától az egészségügyi problémákon, mármint az egészségügyi állapotával kapcsolatos problémákon keresztül, akár a gazdaság helyzetével kapcsolatos kérdésekre. Nem lehet neki visszajelzést adni semmilyen módon, nem lehet kritizálni az ő politikáját, nem lehet szembesíteni ezzel. Ezért az Együtt azt mondja, hogy amíg nem teljesíti ezt, addig mi egy síp szóba sűrítjük az összes kritikánkat, ezzel jelzünk vissza neki, mindaddig, amíg nem hajlandó szemtől szembe válaszolni a kérdésekre, hanem gyáván megfutamodik ezelől. Önök szerint egyébként a 48-as események fényét ez nem töri meg? Én azt gondolom, hogy a márciusi ifjak ránk lennének büszkék. Ők pontosan ugyanazon értékekért küzdöttek, amelyekért mi küzdünk. De teljesen egyértelmű, hogy ők ott lennének a fütyülők között, és nem Orbán Viktornak csápolnának fizetett statisztaként egyébként az első sorokból. Mindjárt rátérünk egyébként egy abszolút helyi aktualitásra, de még talán az is érdekes lehet, ugye egy köztársasági elnök választás volt nemrégiben, és önök Majtényi Lászlót támogatták, és hogyha jól tudom, egyébként a többi baloldali párttal együtt. Ez akár egy együttgondolkodásnak, egy együttműködésnek a jövőben a baloldali pártok között táptalajt adhat ön, hogy látja? Én bízom benne, hogy előbb-utóbb az ellenzéki pártok belátják, hogy mindenképp valamilyen elvszerű együttműködésre van szükség ahhoz, hogy Orbán Viktor politikáját megbuktassuk. Számomra nem elfogadható az a fajta politika, nettó és tisztán, ami 2010 előtt zajlott, én azt is folyamatosan kritizáltam, folyamatosan voltak problémáink azzal is, de minőségében nem hasonlítható össze azzal, ami ma zajlik. Az együttálláspontja ezért az, hogy közös listára nem szeretnénk menni azon pártokkal, akik egyébként, vagy akiknek munkája eredményeként ide jutott az ország, hogy Orbán Viktor túlhatalmat szerzett, és gyakorlatilag elrabolta az államot, az állam összes szervét a saját politikai érdekeinek megfelelően használja, és nem a nemzet egészének érdekében. Tehát velük közös listára nem megyünk, de mindent megteszünk a győzelem érdekében, ami azt jelenti, hogy az egyéni választókerületek szintjén koordinálni szeretnénk az összes ellenzéki párttal a jelöltjeinket, hogy a legjobb egy darab jelölt álljon szembe a fideszes jelölttel a választásokon, és így méretődjön meg. Ezzel optimalizálható az, hogy a legnagyobb, hogy mondjam, támogatottságot szerezze meg egy következő kormányzat, amely leváltja Orbán Viktort. És akkor mondhatjuk, ugye mondtam, hogy egy abszolút helyi aktualitás következik.
Ez pedig a igen bonyolult kérdéskört, a migráns helyzet, a migráns válság. Az itteni Békéscsabai befogadó állomáson, de egyébként, hogyha pontosak az információim, közel 100-an, tehát körülbelül 94-en tüntetnek, éhségsztrájkolnak folyamatosan az eljárások miatt, azért, hogy nem engedik szabadon őket, stb. Hát ha jól tudom, önök is kint voltak egyébként, megnézték, hogy ott mi a helyzet. Mit láttak ki, és egyáltalán az együtt mit tudna, mit akar tenni ezzel a helyzettel? Én már 3-4 éve is jártam itt egyébként a Békéscsabai menekültáborokban, láttam akkor is a helyzetet, ami egyébként érdekes módon jobb volt akkor, mint ma. Nyilvánvalóan Orbán Viktor uszító, gyűlöletkeltő propagandájának és politikájának eredménye az, hogy egyszerűen bezárkózott a magyar társadalom, és nem a valóságot méri, hanem egy uszításnak megfelelően félelemben él. Az együtt politikája azt vallja, hogy a menekülteket menekültként kellene kezelni, nem bűnözőként. Ezek az emberek háborúról elől, terrorcselekmények elől, adott esetben a családjuk kiirtása után hagyták el a szülőföldjüket egy jobb élet reményében. Az, hogy ma Magyarországon rács mögé zárják ezeket az embereket, akik fél évig ki sem mozdulhatnak onnan, holott jelezném, hogy ezeknek az embereknek a túlnyomó többsége nem itt szeretne letelepedni, hanem menne tovább Európa más országaiba, vagy a világ más országaiba, és mi őket akadályozunk, mi azt gondoljuk, hogy ez embertelen és vérlázító. Hogyha nagyon röviden foglalnám össze, akkor a pápa szavait kellene követni, hogy azoknak az emberek, akik egyébként az életüket féltve, a családjukat tehát hogy a családjukat elvesztve elindultak egy úton, őket támogatni kellene, és nem megalázni, és nem bűnözőként kezelni. Az együtt ezért nagyon határozottan azt gondolja, hogy egy hihetetlen erős váltásra lenne szükség ebben az értelemben, és segíteni kellene azt a folyamatot, ami által ezek az emberek elérik az úti céljukat, nekünk is ez lenne nagyon. Ez nem csak az együttállás mondja ráadásul, hogy embertelen ez a fajta bánásmód. Éppen a keddi nap folyamán jött ki a Nemzetközi Emberjogi Bíróságon egy ítélet, két ember vonatkozásában, akik beperelték a magyar államot menekültként, hogy nem menekültként bántak felük, 10-10 eurót kell a magyar államnak fizetnie csak ennek a két embernek. Ha mindenki így járna el, akkor belátható ennek könnyen a következménye, hogy milyen hatalmas összeget fordítunk teljesen értelmetlen célra, míg ennek a töredékéből egyébként meg lehetne valósítani azt, hogy ezen emberek egy gyors eljárás keretén belül megkapják a menekült státuszt, és tovább utazhassanak a célországukba. Emellett egyébként az együtt azt vallja, hogy egy megújított bevándorláspolitikára is szükség lenne, hiszen több mint 500 000 ember hagyta el a hazáját, Magyarországot, egy jobb élet reményében külföldre távozva, Orbán Viktor politikájának köszönhetően. Ezért nincsenek ma orvosok, ápolók a kórházakban, ezért nem találni hegesztőtől kezdve a szakácson át pincérig senkit sehova, hanem egyszerűen ott állnak a vállalkozások, hogy nem tudnak előrelépni, mert nincsen alkalmazott, aki elvégezni a munkát. Egy jó bevándorláspolitikára azokban a hiány szakmákban, ahol ma űrtátong, lehetne pótolni ezt a tudást, és ez szükséges lenne. Én hiszek abban, hogy Magyarország továbbra is egy befogadó ország, egy befogadó nép, egy befogadó nemzet, amelyik egyébként barátságosan viszonyul a világ más népeihez, ahogy ez a múltunkban volt. Orbán Viktor nem fogja a lelkünket átformálni, lehet, hogy a pillanatnyi politikai hatalmi érdeke az diktálja, hogy ő egy más képet vessen a magyarokról, de én hiszek abban, hogy mi magunk nem ilyenek vagyunk, hanem normálisan viszonyulunk más emberekhez is, akár magyarok ők, akár máshova születtek. Most, hogyha nézzük meg a migráns kérdést, ugye itt nem egy lépésről, hanem lépések sorozatáról, összefüggésekről lenne szó. Ezt ön szerint tényleg ennyire egyszerűen úgymond lehetne kezelni? Tehát gyorsítani az eljárást, könnyebben átvizsgálni, könnyebben átengedni, megnézni, hogy ki honnan jött, hogy mit is szeretne. Tényleg van ilyen lehetőség? Hát így van, hát ezt nemzetközi standardek alapján járnak el. Nyilván magát a problémát azt nem Magyarországnak egyedül kellene megoldania, hanem összeurópai nemzetközi egységben kellene kezelni ezt a problémát, hiszen ez Európa közös problémája. Nem kérdés az, hogy ez egy olyan probléma halmaz, amivel kell valamit kezdeni, de a nemzetállamok külön-külön biztos, hogy nem tudják kezelni, hiszen van, amelyiken belépnek, van, amelyiken csak átutaznak, van, amelyik célország, mindenki ugyanúgy, hogy az unió forrásait elfogadjuk, ugyanilyen módon a szolidaritást is közösen kellene vállalnunk ezen emberek és a többi tagország irányába. Tehát az együtt az azt tartja nagyon fontosnak, hogy egy összeurópai megoldást szülessen, ami viszont együttműködése kell, hogy épüljön, egy konszenzusos álláspontot kellene kialakítani, de semmiképp nem acsarkodni és ellenségé kell tenni azokat az embereket, akik egyébként pont úgy normális életet szeretnének élni, mint ahogy nekünk éppen ma itt megadatik.
És akkor így a beszélgetésünk végére, ha már 48-as forradalom és szabadságharc hazánk fiai, a március ifjak, akkor önök egyébként hogyan emlékeznek meg? Tehát milyen programokkal készülnek, akár mondhatjuk, hogy országos szinten, vagy akár vidéki szinten, ezek hogy néznek ki? Hát nagyon sok településen az együtt helyi szervezetei tartanak megemlékezéseket. Én magam is ugye Gyulán vettem részt jelen, Budapesten a központi megemlékezésen is ott voltunk ugye Orbán Viktornak visszajelezni, de az előtt a Petőfi Sándor szobránál mi lerótuk kegyeletünket és megemlékeztünk a március ifjakról. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy az emberek belülről éljék meg ezt a megemlékezést, és ne egy napon. A sajtószabadság, a véleménynyilvánítás szabadsága nem egy napon érdekes érték. Ezt minden nap szem előtt kell tartani, és minden napon képviselni kell ezeket az értékeket, mert ez az, amivel egyben tartható egy nemzet igazából, hogy tudunk egymással beszélni, hogy tudunk egymásnak véleményt nyilvánítani, hogy elfogadjuk egymás kritikáit, ezekből tanulni próbálunk, ehhez viszont kell a nyilvánosság, kell az, hogy egymással beszéljünk. Én azt gondolom, hogy ez március 15-e üzenete. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm nagyon. A mostani aktuálisban Juhász Péterrel, az együtt elnökével beszélgettünk a 48-as forradalomról, szabadságharcról, a központi ünnepségről, és még több fajsúlyos témát érintettünk, például a migráns kérdést is. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!